nézőink most azok a jókedvű családok készítsenek elő papírcéceruzát, ahol 8 éven aluli gyermekek vannak, és akik szívesen játszanának együtt Levente Péterrel és Dögöntei Ildikóval a televízió új családi műsorában. Jókedvüket és fantáziájukat természetesen hozzák magukkal. A fényképes bemutatkozó leveleket a következő címre várjuk. Motoszka, Magyar Televízió RT, Budapest, Szabadságtér 17. Az irányítószám 1054. A jelentkezési határidő augusztus 24. Programról, kedves nézőink! 15 óra 30 perckor a híreket hallgathatják meg, majd válogatunk a hazai körzeti stúdiók műsoraiból 15 óra 35 perckor. A Sportakadémia című francia TV-film sorozat csábítási kísérlet című epizódját 16 óra 25 perckor ismételjük meg. 17 órától 18 óra 55 percig tart a péntek délután. Ebben először évgyűrű, utána a téka következik, majd az ablak mellékletét láthatják, 18 órakor pedig az ablak indul. A gyerekeknek az Égből pottyant mesék című sorozatból a Lopello és Kotili című történetet mondjuk el, 7 óra után 1 perccel. A híradó szokásos időben kezdődik, a sporthírek 19 óra 54 perckor hallgatható. Péntek lévén Dallas, ma este 20 óra 10 perctől a nagy szervező című részt mutatjuk el önöknek. Vámos Miklós Lehetetlen című műsorának vendége a Sota Irén lesz, és 21 óra 7 perctől hallgathatjuk őt. A televízió társasági és művészeti magazinja az Exkluzív 22 óra 5 perckor indul. 22 óra 30 perctől egy 1993-ban készült német filmet vetítünk önöknek, címe Mr. Bluesman. A filmet a német film új tehetsége Zönke Bortmann rendezte. Az esti üzlet 23 óra 58 perckor jelentkezik, és adásunk végén meghallgathatják. Megnézhetik a híradó 0 óra 8 perctől. Kedves nézők, kellemes további tévét. Teljes egyetértés jellemezte a Krakkóban lezajlott háromoldalú kormányfői találkozót. A lengyel, a cseh és a magyar miniszterelnök az euróatlanti integrációt érintő kérdésekről konzultált. A találkozó után leszögezték, a három ország nem kíván versenyezni egymással, sőt minden területen szoros együttműködésre törekszik. A tárgyalásokon megállapodás született arról, hogy a NATO csatlakozásra készülve rendszeresen konzultál a három ország, összehangolva a belső haderőreformot és a fegyvervásárlásokat. Krakkóban teljes volt az egyetértés abban, hogy Szlovéniával és Romániával fejleszteni kell az együttműködést. Elhangzott az is, mindhárom ország támogatja Szlovákia csatlakozását a NATO-hoz és az Európai Unióhoz, amennyiben az ország megfelel a tagsággal kapcsolatos elvárásoknak. Tegnap este óta folyamatosan nő az ESFOR erők Pale környéki légi tevékenysége. Reggel óta a NATO harci gépei is folyamatosan a város fölött köröznek, amelynek területén Radovan Karadzsics, a boszniai szerbet volt elnöke rejtőzködik. A helyi lakosok többször kivonultak az utcákra, hogy így fejezzék ki tiltakozásokat az ESFOR ellen. Közben a boszniai szerb hadsereg magasabb harckészültségi fokozatot rendelt el a katonai alakulatoknál. Közleményünk szerint a hadsereg az alkotmánnyal összhangban minden eszközt megragad annak érdekében, hogy megvédje a szerb köztársaságot. A magyar ESFOR alakulat 32 katonája Mostárban megkezdte a felrobbantott Merezbahíd vízbeesett elemeinek felkutatását. A világörökség részének nyilvánított hidat 4 évvel ezelőtt rombolták le a horvát-muzulmán összecsapások során. Elsőként a magyar tűzszerészek vizsgálták át a lebombázott híd környékét, majd a búvárok láttak munkához. Az ő feladatuk, hogy feltérképezzék a vízbe került romokat és kidolgozzák az 1-2 tonnás hídelemek kiemelésének módszerét. A magyar katonákkal együtt érkeztek Mostárba a hídépítő SZ képviselői, akik vállalnák a híd újjáépítését, és erről már tárgyaltak is a város vezetésével. Magyar-Román Polgárfórum kezdődött Kaposváron. A háromnapos rendezvényen a szervezők azt szeretnék elérni, hogy ne csak a nagypolitika, hanem a civil szerveződések szintjén is bővüljenek a két szomszédos ország kapcsolatai. A fórum
fórumon részt vesznek a magyar-román baráti társaságok, valamint a 15-20 ezer főnyire becsült magyarországi románok képviselői. A idén a sütődék kilogrammonként 3-4 forinttal olcsóbban jutnak hozzá a liszthez, mint egy évvel korábban. Ennek ellenére nem tudják olcsóbban adni a kenyeret és más fékárut, ugyanis az energia, a szállítás és a munkaerő tényegesen drágább, mint tavaly ilyenkor volt. Úgy tűnik, a gabona külkereskedelmi vállalatok most nem a vétkedési búzából kötik a legjobb üzleteket. Július 1-e óta 450 ezer tonna malmi búzára kértek kiviteli engedélyt. Ezen a héten kezdték kiadni az ótermésű kukoricára az exportengedélyeket. A 100 ezer tonnás mennyiséget az érdeklődők 4 nap alatt lejegyezték. A magyar szakemberek szerint nincs sok aggodalomra az új hongkongi influenza vírus miatt. Hongkongban egy 3 éves kisfiú meghalt egy olyan influenza vírus okozta fertőzésben, amely eddig csak állatok között okozott járvány. A magyar orvosok úgy látják, nincs különösebb veszély, mivel a kisgyerek májusi halála óta sehol sem tör ki járvány. A Híradónak nyilatkozó Berencsi György virológus viszont azt mondta, nem várható ki, hogy a vírus nagy területeken elterjed. A virológus szerint azonban, mire Európába érkezne a járvány, kész lennének az oltóanyagok is. Szerkesztőségünk legközelebb a Híradóval jelentkezik a szokott időben este 7:30-kor. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Jó napot kívánok, kedves nézők! Ezen a hét végén igazi nyári időjárás lesz sok-sok napsütéssel. Most is túlnyomóan napos az idő hazánkban, ez bizonyítja a Bihor felében is. Már kisebb körzetekben, főleg a Szolántúl középsői fél részén megnövekedett a felhőzet, de záporról, zivatarról nem érkezett jelentés. És nem lesz zápor zivatar az éjszakai órákban sem, amikor derül csendes idő várható, a hajnali hőmérséklet 11 és 16 fok között alakul. Holnap napközben országszerte több órás napsütésre lehet számítani, de főleg a délutáni kora esti órákban megnövekszik a magas felhőzet és néhol zápor zivatar előfordulhat. A hőmérséklet csúcsértéke eléri a 26-31 fokot. Holnap után, azaz vasárnap szintén 26 és 31 fok között lesz a legmagasabb hőmérséklet. Sok-sok napsütés, mérsékelt tél és legfeljebb egy-egy zápor. Ez jelenti majd az időjárás. Ezzel megköszönöm figyelmet a bizonyítást. Kedves nézőink, most pedig a Pécsi és a Szegedi Közveti Stúdiók műsoraiból válogatunk a műsorvezető Földvári Géza. Kívánok, kedves nézőink, a hívő emberek, de még talán a kevésbé, vagy egyáltalán nem vallásosak is. Unom fölkapják a fejüket, ha elmondom, hogy mai összeállításunk első filmje a Szűz anya horvátországi megjelenéséről szól.